Az egyik csapat éppen a terepversenyről érkezik. Mint mondják, nehéz feladatokat kellett megoldaniuk a 20 kilométer alatt, és várt még rájuk az akadálypálya is, elméleti és gyakorlati feladatokkal, köztük zenefelismeréssel és vizesárokkal. Voltak ilyen kérdések, amiket kellett válaszolni, meg hát volt olyan, hogy át kellett menni egy folyosón, amin zsákok voltak lerakva. Az idei versenyre rekordszámú 52 lovas nevezett, akik főképp Baranya és Tolna megyéből érkeztek. Mi meghívásos alapon kerültünk be a társaságban, elég vegyes összetételben Dombóvár, Szekszárd, sőt Hódmezővásárhely is jöttek barátaink. Mi most harmadik évben, illetve alkalommal veszünk részt ezen a kis, nagyon szimpatikus rendezvényen. Bővebben a feladatokról esetleg annyit tudnék mondani, hogy nagyon szimpatikus, elméleti és gyakorlati feladatokat kell végrehajtanunk, ami a ló genetikájával kapcsolatos, lovagláshoz kapcsolódó elméleti kérdések, és leginkább ügyességi feladatok, ami egyrészt a lovas ügyességét teszi próbára, másrészt a lónak a bátorságát, idomítottságát és a feladatokhoz való hozzáállását. A kisbudméri lovas találkozót és lovas akadályversenyt 5 évvel ezelőtt rendezték meg először, azóta megduplázódott a résztvevők száma. Ez egy ötödszörre megrendezett kisbudméri lovas találkozó, baráti lovas találkozóként indult, 27 lovassal, most jelenleg az ötödiken 52 lovas jelentkezett, Tolnából, Baranyából, illetve Hódmezővásárhelyről is jöttek lovasok, tehát azt mondhatjuk, hogy most már kezdi kinőni magát. Baráti, tehát igazából ismeretlenek nincsenek, illetve mindig jönnek új lovasok. Pénteken szoktak érkezni lovasok, aki lelovagol, illetve lószállítóval lejön, ők itt alszanak, vacsoráznak, másnap reggel ugye egy menetlevelet kapnak, kimennek egy 20 kilométeres terepre, ahol 4-5 állomást felállítunk, különféle feladatokkal van, ügyességi, illetve elméleti feladat is, és utána bejönnek ide a pályára, és akkor itt van 5 feladat, különféle vicces, ügyességi, lópróbáló, emberpróbáló feladatok. Kisbudmériak is indulnak, mi is képviseljük magunkat 2 lóval, mert többre sajnos nincs lehetőség, mert nekem itt kell lennem. A Dél-Dunántúli Lovas Egyesületet 21 éve alapították azzal a céllal, hogy népszerűsítsék a lovas sportokat, valamint hogy összefogják a régió lovasait. Remek a rendezvény, úgy látom, hogy a hangulat kitűnő. A lényeg, hogy jól érezzük magukat az ifjú résztvevők, és szerintem tökéletes a rendezés, és a hely az tökéletesen alkalmas minden ilyen könnyű műfajú lovas rendezvények is. Úgyhogy csak gratulálni tudok, én először járok itt, bár a polgármester urat már régebből hírből ismerem. Egyébként, ha valaki ránéz a lovas térképre, az ország lovas térképére, akkor Baranya nem áll előkelő helyen, de ha az ember ennek a légkörét érzi és látja, hogy milyen lelkesedés van, és mekkora erő van ezekben az ifjú lovasokban, meg nem csak olyan ifjak között, akkor mindenképpen biztató. A versenyen a ló és lovasa ügyességét egyaránt próbára tevő feladatokban nem volt hiány.